Jó estét kívánok, ez itt már a kiemelő. Hamarosan dönteniük kell a kisgyermekes családoknak, hogy melyik óvodába iratják be gyermekeiket. Ezzel kapcsolatban vendégünk lesz Óbágy Tiborné, a Corvina óvoda intézmény vezetője, aki ismerteti az intézményeik lehetőségeit. Ezt követően betekintést nyerhetnek, milyen különleges hangszerek várják a vendégeket a Leskovszki hangszergyűjteményben. Végezetül pedig Szabó Lajos erdőmérnökkel beszélgetünk az erdőkezelési munkálatokról. Már is kezdünk! Hamarosan dönteniük kell a kisgyermekes családoknak, hogy melyik óvodába iratják be gyermekeiket. Azért, hogy segítsük a szülők döntését, eddig 2 óvodaegységet mutattunk be, most pedig a Corvina óvodát és annak egységeit tekintjük át. Vendégünk most Óbágy Tiborné, a Corvina óvoda intézmény vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket! Mely óvodák tartoznak önhöz? A Corvina óvoda 10 feladatellátási helyen 33 óvodai csoporttal működik. Nagyon-nagyon széles körben helyezkedünk el Kecskeméten belül. A fő óvodánk a Csokor utca 9 szám alatt található, ez a Műkertvárosban van. Hozzátartozik még a Mártirok úti óvoda, Katonatelepen van 2 óvodánk, a Katona Zsigmond és a Platán utcai óvodák, a Matkói óvoda is hozzánk tartozik, a Ceglédi, az Ifjúság úti, a Forradalom utcai, a Nyitra utcai és a Mikszáth Kálmán körúti óvodák alkotják a Corvina óvodát. Most nézzünk meg egy rövid kis filmet, amiből kiderül, hogy milyen is az óvodai élet a Corvina óvodákban. A Corvina óvoda 10 tag intézményével Kecskemét keleti és részben északi oldalán segíti az óvodáskorú gyermekek felcseperedését. A városrészeken átívelő terület sokszínű, ami a gyerekek és szülők számára igen kedvező. Közös pedagógiai program szerint dolgozunk, de az óvodák az egyéni arculatukat, sajátosságaikat megőrzik. Ilyen például az ifjúsági óvodában az örökösződ óvoda és madárbarát óvoda cím. Tanösvénnyel rendelkeznek, ahol gyógynövényeket és különböző növényeket termesztenek a gyerekekkel együtt gondozva. Nagyon jól működik náluk az angol óvodai csoport is, ahol már előkészítik a gyerekeket esetleg az iskolában angol osztályt választó szülők számára. A Ceglédi úti óvodában is nagyon nagy hagyománya van, például a néphagyományoknak, néptáncnak, népszokásoknak szélike tánc csoportot működtetnek, ahol a város néptánc bemutatóin rendszeresen fellépnek a gyerekekkel. Ők rendezik meg minden évben a pöttöm próba közlekedésével térkedőt is a rendőrség segítségével, és biztonságos óvoda címet nyertek el. A Mártirok úti óvodának jellegzetessége, hogy egy iskola mellett helyezkedik el, ezért nagyon szoros kapcsolatot ápolnak az iskolával. Közös programokon vesznek részt, egymás rendezvényeit látogatják. Nekik minden évben megrendezésre kerül ősszel a Tök jó hét, ahol tökös napokat tartanak, sütnek, főznek, faragnak, családokkal közös programokat rendeznek, és a vége mindig egy közös vendégség. Az óvoda választás nem egyszerű, hiszen sok a jó ajánlat. Gyakran merül fel a szülőkben a méret kérdése. Mi a jobb, ha a gyermekünk sok másikkal egy intézményben nevelkedik, vagy ha kisebb, családiasabb légkörű óvodát választunk neki? Én azt gondolom, hogy igazából én nem ez alapján tennék különbséget, hanem az alapján, hogy az ott dolgozó felnőttek hogy végzik a munkájukat, és egy lelkes, innovatív, szakmáját szerető közösségről beszélünk minden helyen. Nyilván egy nagyobb óvoda, egy 7 csoportos Széchenyi városi óvoda nem tudja azt nyújtani, amit egy kertvárosi jellegű óvoda, de ők másban jók, mert a Forradalom utcai óvoda például az Úszó Nemzet programban van benne, és minden évben a Mici Mackó mesemondó találkozót is megrendezik. Tehát én nem gondolom, hogy bármelyik előnyösebb lenne a többinél. Akárhogyan is döntünk, végül abban az egyben mindenki biztos lehet, hogy a Corvina óvoda bármely intézményében szeretetteljes, vidám és inspiráló környezetet igyekeznek kialakítani a pedagógusok és segítőik. A gyerekeket szakértők ezek vigyázzák és terelgetik. Mit lehet tudni ezekről az óvodákról? Mik a specialitásaik? Egységes óvodai program szerint dolgozunk, de természetesen minden óvodának van sajátos arculata, sajátosságai, amiket őrzünk, értékként közvetítünk. Például példaként említenék egy párat, például az ifjúságúti óvoda, ő egy olyan zöld óvoda, aki megkapta az örökös zöld óvoda címet, tehát már nem kell pályázniuk. Emellett madárbarát óvoda, nagyon-nagyon komolyan veszik a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást, a szelektív hulladékgyűjtést, és egészen pici kortól erre nevelik a gyerekeket, és ezen a gyerekeken keresztül pedig a családokat.
Lényegesnek tartják még az angol nyelv korai megismertetését, hogy esetleg a későbbiekben, ha olyan iskolát szándékozik bármelyik család választani, akkor ez már ne legyen probléma. Mindegyik óvoda játék a tevékenykedtetés, a tapasztalatszerzés módszereit alkalmazza, ez óvodáskorban nagyon fontos. A Ceglédi úti óvodát emelném még ki, akik néphagyományőrző óvodaként néptánccsoportot, Szédike néptánccsoport néven működő néptánccsoportot üzemeltetnek, működtetnek, részt vesznek a városi rendezvényeken is, és egyéb országos vagy határon túli rendezvényeken is vettek már részt. Erre is volt példa, ők a mindennapi életben is szeptembertől pünkösdig, tehát Szent Miklós, vagy Szent Mihály, ha váltó, bocsánat, pünkösdig, erre építik föl az egész éves programjukat. Emellett a közlekedési versenyt is megrendezik minden évben, Pöttöm próba címen, ezt is nagyon komolyan veszik. További jellegzetességek, például a Forradalom utcai óvoda részt vesz az Úszó Nemzet programban. Itt a nagycsoportos gyerekek szülői igény alapján egész éven át, minden héten részt vesznek az úszodában, úszásoktatáson, és az iskola első-második osztályában ennek lehet folytatása, amennyiben olyan iskolába kerül a kisgyerek. Tehát ez az úszás 3 éven keresztül folytatódik, és 3 féle úszást tanulnak meg a gyerekek a program szerint. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a legtöbb óvodánk kertvárosi környezetben helyezkedik el, ennek minden előnyével. Tehát nagyon jó kapcsolat van a természettel a legtöbb óvodában, jó kapcsolatot ápolnak a közeli iskolákkal, szervezetekkel, látogatják egymás rendezvényeit. Mi az, amit leginkább keresnek a szülők az előző évek tapasztalatai alapján, mi mondható el, és hogyan tudnak erre az igényre reagálni? Nagyon változó, hogy mit keresnek a szülők. Én azt gondolom, hogy elsősorban még mindig az óvoda a vonzó, ahol vidámság, derű, kiegyensúlyozott élet van, de ez valamennyi óvodára jellemző. Azon kívül van, akinek számít pont az előbb említett angol vagy német szakkör, erre is van példa, például a Mártirok úti óvodában. Nagyon népszerű a foci szakkör a Bozsik programon belül, a judó, gyermekjóga szakkörökkel próbálkoznak az óvónénik, óvodapedagógusaink, több végzettséggel rendelkeznek. Van, akinek az a fontos, hogy már oda járt az előző gyermeke is, vagy vannak ismeretei az óvodáról is, és az a kapcsolatban keres meg minket. Én azt gondolom, hogy be kell jönni hozzánk, tehát nekünk a nyílt napjaink majd még csak a jövő héttől kezdődnek, április hónapban. Valamennyi óvodánk tart nyílt napot, ezekről a honlapon lehet érdeklődni, és meg kell tapasztalni, több helyre is el lehet menni. Célszerű is szerintem elmenni kisgyerekestől, és ott a kérdéseket fel lehet tenni, akár az óvónéniknek, akár a vezetőnek, tapasztalatokat lehet cserélni, kapcsolatot építeni, megtapasztalni azt, hogy egyáltalán milyen egy óvodai légkör. Hogyan segítene a szülőknek abban a kérdésben, hogy mitől, mikortól lesz egy kisgyermek óvoda érett? A héten én figyeltem az első két óvodavezető nyilatkozatát, ők már sok mindent elmondtak. Én is egyetértek azzal, hogy egy óvoda érett kisgyerek valamilyen szinten megérteti magát, tehát kommunikációban már ki tudja úgy fejezni magát, hogy azt a felnőttek megértsék. Együtt tud működni, együtt tud élni más gyerekekkel is, tehát a közösségben nem érzi magát annyira idegenül. Nyilván egy első belépésnél, egy beszoktatási időszakában ez a legfontosabb feladatunk, hogy kialakítsuk. A szobatisztaság nagyon fontos, főleg azért, mert a kisgyereknek önmagának kényelmetlen az a helyzet, amikor baleset történik idézőjelben, és az óvodában már nem pelenkázhatunk, tehát ez már egy nevelési intézmény, nem egy egészségügyi intézmény. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk az érzelmi biztonság, a szocializáció kialakítása, amikor együttműködni, alkalmazkodni tud egy kisgyerek, toleráns a társaival, ez majd egy hosszú folyamat lesz, amíg kialakul, szabályokat elfogad, egy idő után be is tart, és a legszerencsésebb, hogyha az óvodai élet és az otthoni családi élet az nagy vonalakban hasonlít, akár egy napi rendben is. Tehát fontos, hogy olyan intézményt, illetve pedagógust válasszanak a szülők, akikkel megértik egymást is. Így van, és én azt mondom, hogy a nyílt napon ezt is célszerű figyelni. A gyerekeknek nagyon jó jelzéseik, nagyon jó radarjuk van arra, hogy hol érzik ők magukat nagyon jól, és ha megvan a kapcsolat az óvónéni és a kisgyerek között,
az első perctől az egy nagyon szerencsés dolog, és onnantól kezdve már mindannyiunknak könnyebb dolgunk lesz. És tudják ezt majd figyelembe venni, hogy ki hova szeretne menni? Megszoktuk kérdezni, föl szoktuk jegyezni, és a lehetőségekhez képest teljesíteni is szoktuk. Azért mondom, hogy a lehetőségekhez képest, mert jellemzően vegyes csoportokkal dolgozunk, 3-7 éves kisgyerekek járnak egy csoportba, és nagyon változó, hogy melyik csoportban mennyi férőhely az, ami rendelkezésre áll, de minden évben mindenki megelégedésére szoktuk kialakítani a csoportokat. Ezeknek a gyerekeknek a családjai, ugye akik most kerülnek majd kis csoportba, már érintettek voltak a pandémia időszakában. Milyen kihívásokra számítanak? Így van. Emiatt? Az óvodákat is nagyon megviselte a pandémia időszaka. Azt látom, hogy talán ez az a nevelési év, ahol már szeptembertől a régi kerékvágásban haladnak a feladataink, a programjaink, újra részt vehetünk kulturális rendezvényeken, újra nyitottak vagyunk, bejöhetnek a szülők. A pandémia legelső, legszigorúbb időszakában ugye a szülő is csak átadta a bejáratnál a kisgyereket, és az óvodai dolgozók fogadták. Ez azért hagyott nyomot a gyerekeken. A most óvodába kerülő gyerekek pedig ebben az időszakban születtek. Tehát ők még nem biztos, hogy találkoztak olyan jellegű közösségi élettel, amit az előttük levő 3 évesek már megtapasztaltak. Ezek a kisgyerekek abban az időszakban születtek, amikor a családok is bizonytalanságban éltek, amikor nem tudtuk, hogy másnaptól milyen szabályok vonatkoznak ránk, hanem tényleg napi aktualitások jellemezték az életünket. Ebben a részben is az érzelmi célok lesznek, amik vezérelnek minket, ott kell megalapozni mindent, és utána jöhet az értelmi fejlesztés. Nagyon jó, hogyha minél többet járnak ezek a családok közösségbe, akár játszóházba, játszótérre, ismerkednek másokkal, tapasztalatokat szereznek, megtapasztalják a kisgyerekek is, hogy más kisgyerekek is vannak a világon, a más kisgyerekeknek is vannak igényeik, és vannak jellemzően kedvenc játékaik, amik esetleg nem egyeznek. Tehát azok az alapvető dolgok csiszolódnak, alakulnak ezeken a szociális tereken, amikre nekik szükségük lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és aki érdeklődik a Corvina óvodák iránt, azokat várják a jövő heti nyílt napokon. Szeretettel várjuk őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. A kecskeméti Leskovszki hangszergyűjtemény kollekciója több mint 1800 hangszert számlál. A jelentős magyar népi hangszergyűjteményünk mellett a világ minden részéről vannak népi, kísérleti, klasszikus és történelmi hangszereink. Kecskeméten található Magyarország legnagyobb, leggazdagabb hangszergyűjteménye, melyet 1979-ben alapított Leskovszki Albert. Az intézményben fellelhető hangszerek első darabjai a környékbeli tanyákból származnak. Több mint 1800 hangszerünk van, amik közül a legtöbbet ki lehet próbálni, kézbe lehet fogni. 5 kontinensről vannak nálunk instrumentumok, és egészen ritka, különleges darabokkal is büszkélkedhet a Leskovszki hangszergyűjtemény. A gyűjteményben minden korosztály számára vannak programjaink, egészen pici kis totyogós babáktól kezdve a nyugdíjas csoportokig, és minden egyedi látogatónak is személyre szabott tárlatvezetést tudunk tartani. Hiszen mindenkinek egy kicsit másfelé irányul a kíváncsisága, valaki jobban szeretné kipróbálni mondjuk a dobokat, valaki inkább gitározni szeretne, és akkor afelé tudjuk formálni itt a tárlatvezetést, hogy mit kíván a kedves látogató. Nem kell ahhoz zenésznek lenni, hogy hangszereket próbálhasson ki, teljesen laikusok is átélhetik a zene születésének élményét. És valóban olyan hangszerek találhatók a gyűjteményben, melyeknek megszólaltatása nem okoz túl nagy gondot. Itt igazi zenésznek érezhetjük magunkat. Lát, nekem ennyire ment a tudásom! Nagyon jó volt, nem? De tök jó volt a ritmus. De a különlegesebb hangszerek is megtalálhatóak. Arra gondoltam, hogy a mai zilált világban, hogyha valaki betér a múzeumba, akkor egy kicsit le tud nyugodni, kicsit ki tudja zárni a zaklatott külvilágot és hétköznapokat, és ehhez nagyon jó ez a tündérdob.
próbáld ki nyugodtan, ott van hozzá kettő ütő, és akkor ezekre a kis nyelvecskékre rá kellene ütni. Vagy van itt egy másik ősi dolog. Ezt a hangszert úgy hívják, hogy didgeridoo, ez egy ősi ausztrál hangszer, eukaliptuszból készült, hangyák rágták ki a belsejét, és azt mondják, hogy az álomvilág szellemeit szokták vele megidézni. Hát meghallgatjuk, hogy hogy szól, remélem sikerül megszólaltatni. A gyűjteményben vannak olyan hangszerek is, amelyek sehol máshol nem találhatóak meg Magyarországon, csupán Kecskeméten. Itt van mellettem például ez a zsiráv zongora, ami Magyarország egyetlen egy olyan zsiráv zongorája, amit ki lehet próbálni, amin lehet játszani. Ez az 1800-as évek végén készült Angliában, és ez egy végére felállított hangverseny zongora. Vagy például itt mögöttem itt van a szitár, az indiai hangszerek vannak ott kiállítva, amin 13 zengő húr van, és hogyha megpendítünk egyet, akkor mind a 13 dalra fakad. A Leskovszki hangszergyűjteményben az ősi magyar hangszerek is megtalálhatóak. Nagyon fontos számukra, hogy a magyar népi hangszerek világát is megismertessék a látogatóval, ezért például tilinkó órákat is tartanak a vendégeknek. Erdőkezelési munkálatok zajlanak városszerte, ennek volt része a Vízmű utcai és az Izsáki úti véderdő gondozása, amelynek köszönhetően 300 kemény lombos facsemetét ültettek el nemrégiben, de máshol is zajlanak fásítások. Ezzel kapcsolatban vendégünk Szabó Lajos erdőmérnök, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pontosan mi is a cél, melyek a hosszú távú célok, és mi az, amire most a rövid távon koncentrálniuk kell? Valamivel több mint egy évvel ezelőtt Kecskemét megye jogú város közgyűlése elfogadott egy úgynevezett modern szemléletű erdőkezelési koncepciót, aminek több fontos célja van, de a legfontosabb cél az, hogy a kecskeméti erdők, a kecskeméti véderdőkben egy folyamatos erdőborítás valósuljon meg. Tehát az erdőnek az adományait, a madárcsicsergést, a friss levegő szolgáltatást, az, hogy megfogja a port, a szélt, a zajt, azt folyamatosan élvezzük, tehát hogy ez megvalósulhasson. Valamint az is nagyon fontos, hogy ezek, tehát a lakossággal együttműködve történjenek ezek az erdészeti beavatkozások. Tehát tájékoztatva legyenek a lakosok arról, hogy a közvetlen környezetükben milyen erdészeti beavatkozás történik, adott esetben az ő véleményükre is kíváncsiak vagyunk, meghallgatjuk őket. És az is egy nagyon fontos gondolat, hogy az erdőkezelési projekten keresztül egy kicsit környezettudatosabbá váljanak az emberek. Tehát egyfajta fenntarthatóságra nevelési funkciója is van ennek a komplex projektnek. Erre majd még térjünk vissza, de több fásítás is történt az elmúlt időszakban. Pontosan hol és milyen fákat ültettek? A közelmúltban két területen történt ilyen kisebb fásítási akció. A Vízmű utcában, illetve az Izsáki úti véderdőben. És hát ennek a célja az, hogy őshonos, elsősorban keménylombos fafajú fák is kerüljenek ezekbe a nyárfa erdőkbe. Nyilván a hosszú távú cél az, hogy ezeket a puha fás erdőket keménylombos tölgy, kőris, szél erdőkre váltsuk le. És mindezt úgy, hogy a lakosságot is segítségül hívtuk. És a helyi lakosok nagyon lelkesek voltak, nagyon örültek annak, hogy őket bevontuk magába ebbe az erdőkezelési folyamatba. Éppen erre akartam rákérdezni, hogy a lakosság mennyire segít ebben, illetve amit az előbb említett, hogy edukálnák a Kecskemét lakosait az erdőgazdálkodás mikéntjéről is, ezt hogyan képzelik el?
Hát igazándiból tényleg tehát nagyon fontos a szakembereknek az előrelátó tervező munkája, hiszen itt nem emberléptékben, hanem erdőléptékben kell gondolkodni, akár 100 évre vagy még hosszabb időkre előre. De az is nagyon fontos, hogy ezek a tevékenységek, ezek a, akár fakitermelési, akár erdőművelési, faültetési beavatkozások, ezek a lakosságnak a támogatásával történjenek meg. Konkrétan az ilyen faültetési akciók azok, amelyekbe be lehet vonni a lakosokat, de egyéb gondolatok is vannak, például a környező oktatási intézményeket is próbáljuk bevonni, és hát fenntarthatóságra nevelő erdőpedagógiai foglalkozásokat is tervezünk, meg már eddig is csináltunk ezekben a véderdőkben. Említette, hogy a puha fa típusok helyett kemény fa típusokat választanak. Ez pontosan miért fontos, és hogyan válogatják ezeket az új fákat? Hát, ugye a legfontosabb az, hogy az erdőnek a szerkezetét olyan irányba alakítsuk, ami lehetővé teszi azt, hogy folyamatos legyen ezeknek a véderdőknek az erdő borítása. Ez azt jelenti, hogy nagyon diverz, változatos erdőszerkezetet kell kialakítani, mind a korszerkezetre vonatkozóan, mind a fafajszerkezetre vonatkozóan. És így tényleg ezeknek a területeknek a biodiverzitása is nőni fog, valamint a klímavédelmi ellátók képessége is nőni fog ezeknek az erdőknek. És én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, és az is fontos dolog, hogy a lakosságnak az érdekeit is figyelembe vegyük. Több helyről hallottam már azt a igényt, hogy ezeket a pejhedző nyárfákat, ezeket vágjuk ki. Hát én azt mondom, hogy az összes nyárfát kivágni természetesen nem szabad, de lehet olyan irányba változtatni ezen erdőknek az összetételét, hogy több legyen benne az őshonos, keménylombos, nem pejhedző fafaj, kocsányos tölgy, vénicél, tatárjuhar és társai, és kevesebb a fehér nyár, amit egyébként én nagyon szeretek. Mit lehet tenni, hogy zöldek maradjanak ezek a véderdők? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy nagyon tudatos erdészeti iránymutatás és tevékenység. A másik gondolat pedig az, hogy az nagyon fontos, hogy akik körülötte élünk ezeknek az erdőknek, tehát mi vigyázunk ezekre az erdőkre. Tehát ez rendkívül fontos, hiszen nagyon sok emberi, civilizációs teher éri ezeket az erdőket. Konkrétan hogyan segíthet a lakosság? Hát konkrétan úgy segíthet a lakosság, hogy nem visz ki kommunális hulladékot, szemetet az erdőbe, nem mérgezi ezzel a véderdőknek a talaját. Adott esetben lehet egy kicsit az erdei életközösséget fejlesztő kis dolgokat is végezni, például lehet madárodukat építeni, kihelyezni ezekbe az erdőkbe, ami egy pozitív történet, hiszen költőhelyet, élőhelyet teremtünk az ott élő madarak számára, és úgy gondolom, hogy és még egy nagyon fontos dolog, engedjük a természetes folyamatokat kibontakozni. Ez azt jelenti, hogy például az erdőknek a talaját, az erdőknek az aljnövényzetét ne kaszáljuk le folyamatosan, mert ezzel nem engedjük a természetes erdődinamikai folyamatokat kiteljesülni. Hol várhatóak még a továbbiakban fásítások? Hol lehet még zöldebb Kecskemét? Milyen lehetőségek vannak? Hát igazándiból az erdőkezelési projektnek van egy olyan iránya is, hogy legyen több erdő itt közvetlen Kecskemét térségében. Ez nagyon fontos dolog, hiszen itt a Kiskunság homoktengerén, ebben a száraz erdősztyep klímában rendkívül fontos, hogy védjük magunkat például ilyen véderdőknek a telepítésével.
És én úgy gondolom, hogy ezek a véderdők megvalósulhatnak magán területeken is, megvalósulhatnak városi területeken is, ahol még nincs erdő, és szeretném egy új gondolatra felhívni a figyelmet. A erdőkezelési projekt kapcsán szeretnénk egy olyan klímavédelmi véderdőfásítási akciót beindítani, ami, ahol például a vállalkozóknak is szerepet szánunk, hiszen nagyon sok telephely van, ipari telep a Kecskemét térségében, hiszen nagyon fejlett ipar alakult ki az elmúlt évtizedekben, és bizony itt is van lehetőség, hogy véderdőket, illetve védőfásításokat létesítsünk, és már most van is néhány olyan felelős vállalkozó, akik saját költségen létesítettek ilyen véderdőket, majd erről is érdemes lesz majd később beszélni. Egyébként minden fa számít, tehát hogyha valakinek van egy kis kertje, akkor érdemes minél több fát elültetni, és mondjuk milyen tanácsokat adna a lakosságnak, hogy milyen fákat ültessenek? Én úgy gondolom, hogy amikor nyári, igazi nyári kecskeméti hőség van, nem mindegy, hogy amikor kilépünk a házból, azonnal erős napsugárzással találjuk szembe magunkat, vagy pedig két gyönyörű házfa, vagy két tölgyfa árnyékában lehetünk. Tehát a fáknak óriási hatása van arra, hogy milyen életkörülményeink vannak. Hiszen olyan klímajavító hatásuk van, hogy mérséklik nagy hőmérsékletet, tehát csökkentik a levegőnek a hőmérsékletét, növelik a levegőnek a páratartalmát, megfogják a port, és hát ezáltal jobb a közvetlen környezetünk klímája, jobb érzés ott élni, amikor a nehéz munkából hazatérünk, azért nem mindegy, hogy milyen kis kertecskénk van, nem mindegy, hogy ki tudunk-e ülni, egy jó könyvet elolvasni, vagy éppen a gyerekeink, amikor játszanak a homokozóban, a mi általunk ültetett fáknak az árnyékába játszanak, vagy pedig mesterségesen mindenféle ilyen napvédő akármiket kell kifeszíteni. Köszönjük szépen. Akkor az üzenet tehát, hogy mindenki, aki teheti, ültessen fát, és hogy vigyázzunk az erdőinkre. Igen. Köszönöm szépen, én hogy eljött. Én is köszönöm szépen. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Teljes félretájékoztatás és álhírgyártás történik a kecskeméti Mercedes-Benz tevékenységével kapcsolatosan. Írja a Gászemerényné Pataki Klaudia polgármester Kopping Rita napirendelőtti felszólalására. A Mercedes-Benz gyár nem tervez befektetést akkumulátorcellákat gyártó üzembe Kecskeméten. Költségvetési támogatásokról döntött a közgyűlés. A hamarosan elkészülő Széchenyi István közösségi ház működésére és eszközbeszerzésére is adott támogatást az önkormányzat. János Istvánt választotta meg sportügyekért felelős tanácsnoknak a képviselőtestület a mai közgyűlésen. Az önkormányzati képviselő felügyeli mostantól a város sporttal, valamint sportszervezetekkel való kapcsolattartással összefüggő feladatainak ellátását. Befejeződött a Kecskeméti Nemzeti Színház felújításának tervezési folyamata. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy források esetén azonnal be lehessen adni a pályázatot az épület és környezetének teljes rekonstrukciójára. Az ország 8 iskolájából 15-en vesznek részt a Környezetvédelmi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjén két napon át a Kocsispál Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Technikumi Szakképzőiskolában. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától, a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!